A projekt bizonyos elemei a legveszélyeztetettebb helyzetben lévő fiatalok és szüleik számára nyújtott segítséget. A diákok számára rendkívüli osztályfőnöki órákat és kortárs segítő képzéseket tartottak. A szülőket pedig szülői értekezlet, fogadóóra és szülőakadémia tevékenységekkel vonták be a szakemberek. A rendkívül osztályfőnöki órák keretében belül 7520 diákot sikerült bevonnunk ebbe a tevékenységbe, és a kezdeti ellenállás később oldódott, mert ők azt gondolták, hogy egy régi megszokott kerékvágásban fog folyni ez a rendkívül osztályfőnöki óra. Ennek ellenére, amikor rájöttek arra, hogy élményszinten jutnak ezekhez az információkhoz, tapasztalatokhoz, akkor az együttműködés megnőtt bennük, és már aktív részesei lettek ennek a programnak. Kortárs segítő képzésbe 268 főt vondunk be. Nehézségünk volt az, hogy a kortárs segítők közül ugye a tanév rendjéhez kellett igazodnunk, ezért nagyon sokan befejezték közben az iskolát, vagy a másik iskolába mentek át, vagy csak simán kimaradtak az iskolából, így a 268 fő diák közül 201 fejezte be ezt a képzést. A kortárs segítőket kiképzésük után bevontuk a rendkívül osztályfőnöki órák menetébe, ők is aktív részesei lettek ezáltal ennek a programnak. Azok a diákok, akik a rendkívüli osztályfőnöki órákon részt vettek, az ő vonatkozásukban nagyon bízunk abban, hogy megfogadják azokat az intelmeket, amelyeket a szakemberektől az osztályfőnök órák keretén belül kaptak, illetve a kortárs segítők képzése kapcsán tudnám azt elmondani, hogy nagyon bízunk abban, és minden tudást megadtunk nekik ahhoz, hogy a jövőben ők egy különböző prevenciós programokon részt vehessenek. A több mint két éves időtartam során megjelent hirdetéseket, közleményeket és megjelenéseket a kommunikációért felelős cégként a Csaba TV biztosította. A konferencia résztvevői megnézhették azt a bűnmegelőzési filmet is, melyet televízión készített. A 20 perces kisfilm a középiskolás korosztály szórakozási szokásait és ezek veszélyforrásait mutatja be, 6 téma köré csoportosítva. Ennek a filmnek reméljük két fő területen lesz hatása, az egyik a kérdésben szereplő nézői körbe, és a másik pedig az oktatásba, a tanórákon, hiszen azért lett 20-25 perces a film, hogy tanórákon ezt levetítsék, és utána meg tudják beszélni a szakemberekkel a diákok, hogy mit láttak. A nézői oldalról viszont azért jó ez a 20-25 perces időtartam, mert ennyit kényelmesen, főleg egy ilyen mozgalmas filmnél a néző végig tud nézni, és értékelni tudja a látottakat.
A projekt keretében 2000 példányban kiadásra került egy áldozatvédelmi kézikönyv is, mely teljes körű írásos segítséget nyújt abban az esetben, ha valaki bűnelkövetés áldozatává válik. Bár a program augusztus 31-ével lezárul, annak tájékoztató anyagai, beszámolója a projekt honlapján 2 évig elérhetőek lesznek.